És akkor, amíg már említettem, ezek a felmérési tervekből raktunk be néhányat, amit az éptört tanszéken készültek el a Maróczi Kata vezetésével 2002-ben, végül a védettséget 2004-ben kapta meg a település, elsősorban pajtasor miatt, és akkor így, ahogy mondtam, itt alapvetően a tipikus helyzeteket igyekeztek, nem a teljes falut, de a tipikus lakóépületeket és pajtákat rögzíteni. Majd 2010-ben, amiben már mi is részt vettünk, a középületi tervezési tanszék egy tantárgy keretében akkor éppen nagyon elnéptelenedő falu helyzetével szembesültek minket oktatóink, és azt a kérdést tették fel, hogy hogyan lehetne ez a település megint egy élő hely, és hogyan lehetne ide csábítani embereket, hogyan lehetne egy kicsit az életet, vagy a falut élettel megtölteni. Ez egy kicsit kiszélesedett, később konferenciát szerveztünk, és más egyéb szociológusokat, tájépítészeket vontunk be, valamint elkészült egy ilyen kicsit ilyen, most itt sokat nem fogunk belőle megtudni, de egy ilyen vicces, ironikus falu használati kézikönyv, ami egyfajta így a városi élet és a falusi élet, vagy a falusi élet tükrében kicsit cikizi a városi életet, és a falusi életet preferálja. Ez az akkori konferenciáról egy kép, és hogy nem ért véget még most az egyetem kapcsolata, azt mutatja ez a legutóbb elkészült TDK munka, ami a tavalyi felmérő tábor után szerveztünk össze egy TDK-t, ott pedig azt vizsgáltuk, hogy a jelenlegi megmaradt településszövetet, azt hogy tudjuk a kortárs igényeknek megfelelően alakítani. Igen, és akkor hogy ez a konkrétan most hogyan került képbe a BME újra, az annak köszönhető, hogy tavaly a polgármester asszony, aki következő előadást tartotta volna, megkereste azokat, akik ezt a tárgyat annó csinálták, és így most egy jóval kiszélesítette körben, négy tanszék együttműködéséből elindult újra egy ilyen nagyobb horderejű folyamat, ami már kifejezetten a pajtákra koncentrált. Először azt hiszem, hogy 16 telekre és pajtára készítettünk el egy olyan dokumentációt, amivel meg tudták pályázni azt, hogy a szakmai előkészítés, tehát a tervezésre tudjanak pénzt szerezni. És ebből a 16-ból végül 12 el is nyerte a támogatást, tehát 12-nek meg végig tudtuk vinni a tervezését. És ugye, ahogy említettem, ez már konkrétan a pajtákra koncentrált ez a kezdeményezés. Ahogy itt látszik, ezek viszonylag nagyméretű épületek, a teljes telek szélességét kitöltik, egymáshoz harántfalakkal csatlakoznak, így tudták létrehozni ezt a védelmet.
Alapvetően ilyen tároló funkciójuk volt, meg mint egy fedett munkatér, tehát terménytárolás és munkaeszköztárolás, és három osztatú volt, a középső szakaszban egy óriási kapukkal át lehetett hajtani a belső udvarból a külső ilyen mezőgazdasági területekre. A belső egy körülbelül olyan 9 méter széles vagy épületet kell elképzelni, egy óriási nyitott fedélszék található. Ezek viszonylag rossz állapotban, de mind, amiket mértünk, nagyon hasonlóan épülnek fel. Ilyen ollólábas, derékszelemenes szerkezetek, amikből majd később kiderült problémát is jelentett, mindenhol kimarad már a tarészelemen. Tehát ez az ott nélkül épültek föl ezek a szerkezetek. És akkor az első lépés az volt, miután megkapta ez a 12 hát porta vagy pajta a pénzt arra, hogy el lehetett indítani a tervezést, akkor ez egy elég nagy felmérési munkát jelentett. Tehát szerveztünk egy felmérőtábort, ahol hallgatókkal együtt felmértük ezt mind a 12 portát teljesen, tehát az összes épületet, ami rajta volt, nem csak a pajtákat, és a pajtákat részletesen. És ennek a felmérőtábornak a keretében sikerült azonosítani egy csomó jellegzetességet. Ezek általában úgy épültek föl, hogy ilyen szabálytalan termésköveket raktak sárga balcsba, és ezeket kívülről levakolták eredetileg. Itt látható az egy pajta, amin végigmegyünk innentől kezdve az összes felmérési tervén, meg a rekonstrukciós tervein is. Ahogy látszik itt is, ez egy ilyen közepes állapotban lévő pajta, de a legtöbb már ennél rosszabb állapotban volt, tehát hogy mondjuk viszonylag nagy beomlások így a falszerkezetben, némelyeknek már a teteje is erősen megragyott, vagy már nincs is, tehát lényegében már nem is rekonstrukcióról beszéltünk sok esetben, hanem ott a teljes újraépítésről. A tulajoknak az igényei az a legtöbb esetben egy ilyen állagvédelem volt, tehát hogy állékonyak maradjanak ezek a pajták, nem volt, vagy csak nagyon kevés embernek volt olyan direkt elképzelés, hogy milyen funkciót lehetne beletenni, ezért is indult az a TDK, amiben ezzel foglalkoztunk, hogy mit lehetne, milyen használatot lehetne találni. És akkor azok a problémák, amiket azonosítottunk, pedig volt egyrészt, az abból adódott, hogy sárga balcsba voltak rakva ezek a falszerkezetek, mert hogy a vakolat kívülről már sok esetben lepergett, és nem pótolták, ezért az eső is elkezdte mosni ezeket a falokat, elkezdte kimosni belőle a sarat, és ezért ilyen tartószerkezeti problémák léptek föl. Másik is vízzel kapcsolatos probléma, hogy az épület esővízzel kapcsolatos probléma, hogy a tetőkről lefolyó víz, ugye nincs ereszcsatorna és nincs vízelvezetés, tehát ez az alapoknál kezdte el kimosni a falakat, és alapvetően a felszínen folyó vizek, mert ez egy a gátat a falunak a határából, ezért így az összes pajtát végigmossa az a víz, ami végig folyik ezen a településen. Tehát a vízzel alapvetően nagyon sok gondunk volt. Pusztított egy tűzvész is, aminek a kapcsán az összes ilyen fedést lecserélték erre, amit itt a képen látunk, és alapvetően arra is kerestünk választ, hogy milyen megmaradott használati igényeknek tudnánk megfelelni. És akkor a Péter az előbb megben ismertette a problémákat, és most egy röviden a megoldásokról beszélünk egy néhány szót. Ugye fontos, hogy ezek ugye az épületek is tipizálhatóak, ezért a problémák is nagyjából tipizálhatók voltak, a megoldásoknál is erre törekedtünk, főleg egy ilyen számban, amit tehát ilyen számú pajtánál, és elég rövid idő alatt kellett ezeket a megoldásokat kitalálnunk. Nyilván egy szó azért szerintem fontos, hogy kik vettek ebben részt és milyen dokumentációval, bár valószínűleg ezek itt szintén ismertek. Egyrészt az alapítvány elő is írta ezeknek a dokumentációknak az elkészítését, és az éptört tanszékről a Zorán vett benne részt, a tudományos dokumentációs értékleltár elkészítésével a román volt a falnyagvédelemnek az elkészítés, az ő csapata, valamint a Hegyi Dezső és a Csicsely Ágnes volt, akik pedig a tartószerkezettel és általános épületdiagnosztikával foglalkoztak. És ezen kívül pedig, mi pedig azt nem mondtuk az elején, de akkor még odajáró doktorandusként doktorandusz társainkkal kerültünk bele ebbe a projektbe.
és hatan terveztük ennek az átalakításokat. Az egyik első és a legfontosabb, nyilván itt a rajzokon végighaladva, a tartó szerkezetnek, a falazott szerkezeteknek a megerősítése volt. Itt a Dezsőik azonosítottak a problémákat, és akkor teljesen ilyen hagyományos módon, ahol szükség volt, ott visszaépítettük, vagy lebontottuk és visszaépítettük, injektáltuk, vagy tisztítottuk, és szerint ez volt. És a másik fontos dolog még, amit már Péter is említett, a vízelvezetés, mind a tetőről lefolyó víz, mind pedig ami a telken átfolyó vizek, ami egy ilyen árkot ástunk a pajták vonala elé és mögé. Ez egy nagyon egyszerű ilyen agyaggal kitapasztott árok volt, amit görgetek kavicsokkal töltünk meg, és akkor így egy hagyományosabbnak mondható, nem ilyen környezetben idegen folyókás rendszerrel igyekeztünk ezt a kérdést rendezni. A tetőszerkezet, gyakorlatilag a tarészeremény hiánya miatt ugye megrogytak a tetőt és rengeteg helyen beázott, ezért majdnem az összes gerendát és fedélszerkezeti egyéb elemeket le kellett bontani, vagy különböző módokon kezelni. Ez mondjuk elég nagy probléma, de hogy igyekeztünk, vagy igazából csak ez egy tarészeremet hozzá kellett adnunk, azt nem tudtuk kiimádkozni sehogy sem a statikusokból, viszont cserében meg tudtuk tartani ezeket az áthidalási mérethez képest igen keskeny méreteket, ami nekünk elég fontos volt, hogy ezek így megmaradhassanak. Ami meg még fontos itt, hogy a vakolásnak a helyreállítása, tehát hogy nem mossa tovább a sárkabarcsot ki a falakból. Igen, azt hiszem itt talán ez a legfontosabb, amit el tudok mondani, és még a fedésnek az anyaga, mivel az még egy fontos volt számunkra, hogy ez a pajtasor valamennyire egységes építészeti megjelenést kapjon, és viszonylag ugye ezek a karcsú keresztmetszetek meg nehezen tették lehetővé a hagyományos cserepeknek a felrakását, úgyhogy szálcementet javasoltunk. Egyébként ezek megjelenésében ugye nagyon hasonlítanak a mostani fent lévő fedésanyagára, csak nyilván korszerűek, viszont elég könnyűek, kb. Negyed akkora a tömegük, mint a hagyományos cserepeknek. Itt egy ilyen ehhez a pajtához tartozó csomópontokat láthatják. Ez minden pajtánál egyedi volt, mint mondtam, bár ugye ezeknek voltak a módosított változatai, ugyanis igyekeztünk figyelembe venni azt is, hogy ki mit próbál itt használni. Például a padlónál ugye mi javasoltuk legtöbbször a döngölt földet, de hogy aki már nagyon tárolónak használta, vagy kicsit más funkcióval alakította, akkor ott olyan mondjuk betonozási kilakítást találtunk ki, ami kiengedi ugyanúgy a párát, de a létszezésnél és a tetőlétszezésnél ott is készültek olyan csomópontok, amik a későbbi esetleges hőszigetelést teszik lehetővé, bár erre nem nagyon volt igény, de így gondoltuk úgy összeállítani ezt a programot, hogy másoknak is későbbiekben igényektől függően használhassák. Itt igen, még két dia a nyílászárókról, ugyanis azok is nagyon rossz állapotban vannak. Itt is mentettük, amit tudtunk, és a vasalatok nagy része az menthető volt, vagy felújítható, viszont a faanyagok már nagyon rossz állapotban voltak, de ezek teljes mértékben a rekonstrukciót felmértük, és ugyanazokkal a keresztmetszetekkel terveztük meg visszaépíteni a nyílászárókat. Szóval igazából a célunk az egésszel az volt, hogy ha már ez egy ilyen tipikus helyzetnek tűnik, és tipikus problémáknak, akkor olyan tervcsomagot adjunk a helyieknek, most éppen 12-nek, de hogy a maradék lakosok is tudják ezeket hasznosítani, és a későbbiekben akár nélkülünk is, vagy a program, telki program nélkül is tudják ezeknek megfelelően a felújításokat elvégezni, és olyan úgy elvégezni, hogy azok mind műszaki, műemléki és építészeti kívánalmaknak is megfeleljenek. Köszönjük szépen a figyelmet! Még csak annyit hozzá, hogy itt a következő előadásból meg majd kiderül, hogy sajnálatos módon ebből a 12-ből csak 2 kezdett el megvalósulni, és majd annak a részletei itt a következő részben kiderülnek. Köszönöm szépen az előadást, mert tényleg érdekes volt is.
sok-sok elmélet után ez a gyakorlat egy mutatja, hogy a hétköznap milyen problémákat kell megküzdeni a helyszínen. Ha ugyanezt a polgármester asszony szeméből is látjuk, akkor kerekebb képet kapunk. Váratlanul a polgármester is beszél. Igen, a polgármester asszonynak egyébként nyilván, vagy szerintem az már eddig is kiderült, nagyon szívén viseli a projektet, de sajnos covidos lett. Viszont szerette volna, hogy így is mindenképpen mondjuk el az ő gondolatait és a nehézségeit annak, ami ebbe a programba őt érte, a lakosokat érte, vagy minket is ért, meg a jó részeit is. Gondolatok a Teleki László Alapítvány Népépítészet programjához. Tisztelt hallgatóság, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Fekete Trac Gabriella vagyok, egy kis Balaton felvidéki falu, Vöröstó polgármestere. Vöröstó 115 lelkes kis közösség, Veszprémtől 20, Balatonfürettől 15, Nagyvázsonytól 1 kilométerre, a Bakony-fennsík szélén. Sok más környékbeli településhez hasonlóan nálunk is vegyes a lakosság összetétele. A fogyatkozó ős lakosság, ide azokat számítom, akiknek már a szülei is itt születtek, mellett egyre több a bebíró, közelebbről távolabbról érkező, de életvitelszerűen helyben lakó, és persze itt is megjelennek a hétvégi szezonális ingatlan tulajdonosok, zömmel magyarok, de külföldiek is. Vöröstó belterülete a falu speciális település szerkezete miatt műemlék jellegű területi védettséget élvez. 2004-ben a Kultúrás Örökségvédelmi Hivatalból megkeresték a falu vezetését, járuljanak hozzá, hogy a falu műemléki védettséget kapjon. Ez volt, aláírás gyűjtés, a falu lakói annak ellenére sem akarták a műemléki védettséget, hogy a hivatal anyagi segítséget ígért. Természetesen az önkormányzat döntése alapján a falu megkapta a védettséget. Pénzt és bármi nemű segítséget azóta sem. A műemlék hivatal mumus aztán két éve dölt egy tűzfal, és dominóként döntött a mellett álló pajta tűzfalát. Az áldozat egy három gyermekes család vemhes teheme. Csak a szerencsének köszönhető, hogy ez eddig ember életben nem esett kár. Sajnos a 24. órában vagyunk. A pajták össze fognak dőlni. Vöröstó település szerkezete az országban szinte egyedülálló. A falu egy utcából áll, szabályos szerkezetű és telekosztású, telepített falu. Sajátos elrendezése van az épületnek. A telkek utcavonalas beépítésűek, a házakat az útra merőlegesen egymás mögé építették. A bejáratok az ellentétes oldalon vannak. Egyiknek a háta, másiknak a bejárati oldalon néz ugyanazon telekrészre. Így minden háznak saját udvara van, illetve az így egymás mellé kerülő szomszédos udvarok miatt kettős távolságra állnak a házak. Az udvart egységesen mindenhol nagyméretű pajta épület zárja le, amely egykoron védett betolakodóktól és épített tömege az időjárás óvta az udvart. A pajták egykor összefüggő láncot alkottak, amely jó részt a mai napig megmaradtak. Ennek a speciális település szerkezetnek, illetve a műemléki védettséget jelentő összefüggő pajtasornak a fenntartása és megóvása volt a legfontosabb szempont, ami minket, az egyes ingatlanok tulajdonosít és engem, mint a település vezetőjét, arra sarkalt, hogy megoldást keressünk az épületek felújítására és állagának megóvására. Az önmel 250 plusz éves pajták nagyon nagy részének síralmas állapota volt, és jelenleg is az. Több összedőlt, vagy az összedőlés határán van. Csak néhány pajta felújítás és korszerűsítése történt meg, különböző funkcionatással és színvonalon, a tulajdonosok szándékainak és lehetőségének függvényében. Az látható volt, hogy ahhoz, hogy a népépítészeti értékek nevessenek el, ne legyen az enyészeté és ne tűnjen el ez a kuriózum, külső állami támogatásra van szükség. A térségért felelős képviselőkkel és a műemlékvédelemben dolgozó szakértőkkel konzultálva igyekeztünk világossá tenni, segítség hiányában kénytelenek leszünk kérni a műemléki védettség feloldását. Kértem, de nem lehet. Mert saját erőből nem tudjuk garantálni az állam megóvást, és a pajták előbb-utóbb életveszélyessé válnak, illetve már azok is. Az utóbbi években egy-egy komolyabb, a Bakony-fennsíkon amúgy is gyakori szélvihar, így is több istállót és pajtát ledöntött. Szerencsére nagyobb tragédia nélkül, mindössze tehenek és egyéb háziállatok halálát okozva, ami még látványosabban jelezte a helyzet rendezésének fontosságát. Szeretnénk megmenteni ezt az egyedülálló épített szépséget. Helyettes államtitkár úrtól kértem segítséget, őrévé jutottunk el a Teleki Alapítványhoz.
Nagy reményekkel indultunk. Összehívtuk a falu népét, mindenkit tájékoztattunk a lehetőségről. Voltak hangok, hogy ebből nem lesz semmi. Személyes sértésnek vettem. És kis hiány igaz lett. Végül 16 pajtával elindultunk, párom Dénes Péter vállalta a kapcsolattartó és pályázatíró szerepet. Sokszor gondoltam, hogy infarktus fog kapni. Nagyon jó volt az építész csapat, ezt nem mi írtuk vele. Köszönöm a munkájukat, jó volt látni azt a sok okos fiatalt, ahogy elmélyülten dolgoznak a terveken. Így indult Vörös Tóna pajta felújítási projekt. Ennek tanulságait szeretném önökkel a következőben megosztani. Előjáróban annyit, a népépítészeti program céljai helyesek, eszközeik általában véve alkalmasak az építészeti értékeny megőrzéséhez. A program azonban nincs igazán felkészítve olyan speciális esetek kezelésére, mint a miénk, amikor egy teljes falu egységes műemléki védettségének megtartása a feladat. Könnyű belátni, hogy az egységes településkép csak akkor maradhat fenn sokáig, ha veszélyeztetett épületek nagy többsége részt tud venni az állagmegóvó és felújítási programban. Sajnos nem támogatják azok az egyébként indokolt, de valószínűleg egyes épületek pályáztatását célzó feltételek, melyek rugalmatlansága sok potenciális pályázó távol tartott a programtól. Több pályázaton részt veszünk, de egyik sincs ilyen módon túlbiztosítva, túlszabályozva. Néhány ilyet említenék. Az ingatlanok tehermentessége, mint feltétel. A megkövetelhetetlen rész nagysága. A kommunikáció hiánya. Az alapítvány még a megadott időpontban sem elérhető. Többször előfordult, hogy a határidő miatt azonnali segítségre lett volna szükségünk. Szerencsére találtunk egy kedves hölgyet, aki hajlandó volt szóba állni velünk, ő sokat segített. Több lépcsős megvalósítás. Az első állapotfelmérés maga már gondot jelentett sokaknak. Az adminisztráció bonyolultsága és nehezen kezelhetősége. Az elszámolásokhoz fűződő követelmények értelmezési nehézségei. A túl szigorú határidők és megvalósítási peremfeltételek, például a funkciók megtartása. A feltételrendszer nem számol a kiszámíthatatlan építőanyag árakkal és kivitelezőket érintő gyakorlati nehézségekkel. Továbbá kockázatossá teszi a pályázaton való részvételt az a gyakorlat is, hogy az elnyert támogatás nem ér el a pályázat összeget, és az önrészsel együtt sem elegendő a pályázatban vállalt feladatok finanszírozására. Nagy csalódás volt, amikor a tulajdonosok szembesültek azzal a ténnyel, hogy nem kapták meg a 20 millió forintos megpályázat összeget. Általában 10, de volt, aki csak 5 millió forintot kapott. Az épületek felmérését és felújításához szükséges dokumentáció elkészítését támogató pályázaton 16 vöröstúj ingatlan tulajdonos vett részt, és azok alapján elvégzendő tényleges föltési pályázat feltételeit mindössze ketten tudták vállalni. A folyamatosan kiírt pályázatokon ugyan vannak további pályázók és részvevők, jellemzően az első felmérési szakaszra, az elmondható, hogy az eredeti célt, azaz az egységes falukép és ezáltal az egységes műemléki védettség fenntartását ezek alapján nem sikerült elérni, és a közeljövőben nem is mutatkozik remény, hogy ez sikerülhet. Összességében megállapíthatjuk, hogy az alapítvány célja tiszteletre méltóak, és a megvalósításukhoz használt eszközök alkalmasak, így a támogatási feltételrendszer egyes épületek magas színvonalú felújítását és állagmegőrzését megfelelően tudja szolgálni egy nagyobb léptékű, több tucat ingatlan érintő projekt lebonyolításhoz azonban, vagy a jelenlegi támogatási rendszer finomhangolására, sugalmassá tételére, vagy egy másik, a műemléki szempontokat ilyen komplex formában is kezelni képes finanszírozási módra van szükség. Mi Vöröstón versenyt futunk az idővel. Csak remélni tudjuk, hogy megtaláljuk a mindenki számára megfelelő megoldást, mielőtt az utolsó pajta is összedől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, egy tényleg egy nagyon átfogó sok oldalról föltárta a problémát ez a bemutatás, előadás. Kicsit röviden volt az előadás, mint a lehetőség, úgyhogy megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előadókhoz. Illetve addig én megkérdezem, hogy említhetitek, hogy ketten valami funkciót is képzeltek ezekbe, a másnak senki nem gondolt, ő csak egy állagmegóvása. Hosszú távon mi a megoldás? A funkció, vagy az állagmegóvás, és az újabb állagmegóvás. És azzal a funkcióval mi lett? Nagyon elmentettek, ha visszajöttek. Hát szerintem, szerintem így, nem tudom, melyik építésztervező nem ezt mondaná, de szerintem az, hogy legyen használva. Tehát, hogy az látszik, hogy akiknek
Tehát akik így használatot képzeltek el belőle, nekik valahogy egyrészt, tehát kétféle használat is van. Tehát az egyik, ami épül, kettő épült meg ugye, az egyikben a hagyományos használat kerül vissza. Ő is nagyon, ő építette meg, és a másik, aki meg turisztikai használatra, egyébként nem szálláshelynek, hanem egy ilyen kis szaunaháznak, ilyesminek képzelt el. Tehát akiknek az látszott, hogy azoknak talán sokkal fontosabb, akik konkrétan tudják, hogy az állag megóváson túl mit is képzelnek el ide, és ők tovább mennek ebben a folyamatban, vagy ebben a harcban, hogy ez megvalósuljon. Mint akik csak látják a problémát, de azt látják, hogy rengeteg nehézség ezt végigvinni. Ha én lennék a Teleki Alapítvány, akkor én tehát jó lenne, hogyha lenne egy olyan része ennek a programnak, ami mondjuk ezt így egyben tudná kezelni. Az nagyon nagy segítség lett volna nekünk is, meg a tulajdonosoknak is, és így a polgármesternek is. Itt igazából az volt, hogy mi nagyon hasonló megoldásokat dolgoztunk ki, pont azért, hogy mi se halljunk bele, meg hogy ezek ilyen csereszabatos dolgok legyenek. Az ilyen rengeteg adminisztrációs terhet, amit ez így egyesével rótt az emberekre, azt itt lehet, hogy egybe lehetett volna kezelni, meg egyszer elbírálni, hogy ezek az elvek mondjuk jól működőek-e, vagy elhiszik-e, hogy ez így felújítható, és egybe megítélni ezt a projektet, az valószínűleg egy ilyen nagyobb lendületet adott volna most ennek a településnek, mert a végén már olyan volt, hogy mutattak erre vonatkozó ilyen jelek, hogy itt talán összefognának az emberek, ami meg ritka dolog, úgyhogy... Akkor fölmegyátok, és próbálkozzatok, valaki hozzáfűzni valami a kérdésre. Akkor köszönöm szépen.